La musica mi fa sentire bene. Kedves vendégeink, kedves barátaink, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Vajda Lajos Stúdió 2021-es évadának záró kiállításán, amely nem más, mint egy helyspecifikus installáció, Tasnádi József Menhely című kiállítása. Annyit kell tudni erről a kiállításról, hogy ez az installáció ide készült, tehát erre a térre komponálta Jocó. El kell még azt mondanom, hogy pontosan 10 évvel ezelőtt, jól mondom, Jocó? 10 évvel ezelőtt, 2011. októberében szintén volt itt egy installáció Jocónak. Azóta már a Vajda Stúdió tagjaként jött újra el, és köszönjük szépen, hogy elhoztad hozzánk a munkát. Ez egy hangos installáció, tehát hanggal fog kiteljesedni az egész mű. A hangot már mindjárt meghallhatjuk szövegét. Tasnádi József írta, és Szemző Tibor tolmácsolásával fogjuk mindezt hallani. És akkor miután megnyitó beszéd nincs, ez volt a rövid kis köszöntő, úgyhogy mindenkinek nagyon jó műjelzetet szeretnék kívánni, borozgatást, pogácsázást, és köszönjük, hogy eljöttek. A kiállítás meg van nyílva gyakorlatilag. És vigyázz, lesz hang is hozzá! Köszönjük! Csak annyi, hogy én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és abban reménykedem, hogy 10 év múlva októberben megcsinálom. Egy újabb installációt várunk 10 év múlva tőle. Köszönjük szépen, és megy a hang akkor. A rendet nem mi teremtjük, legfeljebb keressük. Olykor ráérzünk, bár a rendre vonatkozó sejtéseink mindig részlegesek és tökéletlenek. Következésképp ideiglenesek. Mindazonáltal felfedezni a káoszban az egyszerűséget a reveláció erejével hat. Rátalálni a rendre öröm. Úgy tűnik, a káosz hatalma a rend erejére épül. A rend sokféleképpen rendeződik. A komplexitás az egyszerűségek sokaságából áll össze. A káosz egyértelműen félelmet gerjeszt, a rend viszont kétértelmű. Kételyre ad okot, paradox módon mégis erős benne a megnyugvás illúziója. A rendbe menekülünk a káosz nyugtalanító komplexitása elől. A rend Menhely. Distinction, la route est puissante.